Sziasztok, ez itt a GameWave-n, Benny vagyok, és elérkeztünk a legújabb Hotlap epizódunkhoz. Viszont ez a rész olyan szempontból különleges lesz, hogy most nem a Hotlap-es pályánkon megyünk, és nem is az utcán megyünk, hanem a Rally Hotlap pályánkon megyünk, amit egyébként szintén Darius épített, és eddig is láttátok már videókban, ugyanis használtuk már sokszor, de nagyrészt arra, hogy egymás ellen versenyezzünk, és ilyen Hotlap típusú rendes részt még nem nagyon raktunk ki róla, pedig régóta tervezgetjük egyébként, viszont akkor a mai részben így ez is megdőlt, és végre lesz egy ilyen rendes hotlepes epizódunk erről a pályáról is. Nem is tudom, hogy hol kezdjem, ugye nyilván erről az Extreme E autóról lesz szó, amit most így behoztak Forzába, és egyébként elég menő lett. Ugye 10 darabot is behoztak belőle, ami elég érdekes. Először akkor beszéljünk is arról, hogy milyen Forzában ez az autó, és akkor majd utána egy kicsit mesélek arról is, hogy mi ez az Extreme pontosan, hogyha valaki esetleg még nem hallott volna róla, mert hogy egyébként valószínű, hogy sokan nem hallottatok még róla, mert nekem is viszonylag új volt még a dolog. Szóval így Forzás vonatkozásban elsőként elmondanám azt, hogy nagyon durván OP az autó, tehát nagyon durván gyors a kategóriájához képest, és nagyon könnyen irányítható. Ez a legfontosabb talán, hogy nagyon könnyen irányítható. Konkrétan elsőre mentem egy tökéletes kört ezen a pályán, pedig egyébként láthatjátok majd sok helyen, hogy annyira nem egy egyszerű pálya, viszonylag sok trükk van benne, mondjuk én azért valamennyire ismertem már ugye az előző menetekből, de ettől függetlenül nagyon-nagyon ritkán, sőt egyébként szerintem eddig még nem sikerült hibátlanul végigmenni ezen a pályán, és most is úgy voltam vele, hogy jó, mit tudom én, megyek 2-3 kört, vagy megyek annyi kört, hogy csak ilyen 2-3 hiba legyen mondjuk a végére benne, és mondjuk nyilván olyan ne legyen, hogy teljesen megfordulok és megállok és újra kell indulnom, hogy felborulok, meg ilyesmit ne legyenek benne, de azért egy-két ilyen kicsúszás belefér. Aztán végül elsőre összejött egy olyan kör, hogy konkrétan teljes gázon mentem mindenhol, szóval olyan gyorsan, ahogy csak lehetett, és ennek ellenére nem csúsztam ki sehol, nem hibáztam bele sehol, mert egyszerűen annyira könnyen irányítható ez az autó, hogy mindig oda ment, ahova szeretném. Úgyhogy mondhatnánk azt is, hogy egy kicsit túl jó, főleg ehhez az A kategória közepén van, azt hiszem, hogy 748-asok ezek az autók, ugye 10 van belőle, de igazából én egyként hivatkozok rá, mert úgyis egynek számít. Úgyhogy, hát nem tudom, én nekem egy kicsit gyanús, hogy ezt ilyen reklám szempontból hozták be, és másrészt meg ugye érdekes, hogy így 10 autót letudtak egy csapásra, 10 legyet egy csapásra végül is, mert hogy 10 autót behoztak, de igazából most így 10-zel nőtt a Forzában lévő autóknak a száma, de hogy igazából csak egy autót hoztak be úgy érdemben, és egy modellt csináltak meg. Ugyanaz a működése is az összesnek, ugyanúgy lehet tuningolni az összeset, szóval egyáltalán nem különbözik semmiben egymástól ez a 10 autó, a festést kivéve, de ezt meg persze lehet változtatni, szóval olyan festést tesz rá mindenki, amilyet szeretne. Úgyhogy szerintem sokkal jobb lett volna az, és valószínűleg ezt sokan gondolják így, hogyha behoznak egy autót, és arra van 10 festés ugye egy alapból, amik ugye ezek a festések, szóval hogy amik itt vannak tulajdonképpen így most 10 külön autón. Nem nagyon látom sok értelmét, és ami még nekem furcsa, hogy tényleg annyira durván jók lettek ezek az autók, hogy nem is szabadna ilyennek lenniük, és biztos, hogy meta autók lesznek belőlük. Én ezt már így most látom magam előtt, és azért is mondtam, hogy egy kicsit gyanúsan reklám, mert mint mondtam a videó elején, ez az Extreme sorozat, ez annyira nem egy ismert dolog, és igazából senki nem kérte a Forzás fejlesztőket, hogy hozzák be ezt az Extreme cuccot. Gyakorlatilag nem tudom, ilyen százas listák vannak arról, hogy milyen autókat szeretnének a játékosok a Forzában látni. Hát ez egyáltalán nem is volt rajta a listán, nem az, hogy sokadik helyen volt. Szóval abszolút senki nem kérte, aztán valahogy mégiscsak megkaptuk. Ez egy kicsit érdekes, és hát nem tudom, szerintem ez igazából tényleg az van, hogy az Extreme-nek magának tök jó, és valószínűleg pénzt is adtak a Forzának azért, hogy bekerülhessenek ezek az autók. Bár ez tényleg csak a saját teóriám, szóval ilyet senki nem mondott, ez Darius-szal beszéltük, szóval ez egy abszolút ilyen GV teória, és nem kell túl gondolni ezt a dolgot, de szerintem simán lehet, hogy pénzt adtak a Forza fejlesztőknek azért, hogy ezeket az autókat behozzák, és így egy kicsit a szériát is népszerűsítsék, mert valószínűleg így ugye rengeteg Forza játékoshoz is eljutott a hír, hogy létezik egy ilyen versenysorozat, ami egyébként tök új, de majd mindjárt akkor erről is mesélek.
Szóval nagyon érdekes, és ez meg tényleg abszolút értelmetlen, hogy 10 autót behoznak külön. Még azzal is elég lett volna reklámozni, hogy egy autót behoznak 10 különböző festéssel. Nagyon furcsa, hogy ezt így adották meg. De ettől függetlenül továbbra is egy nagyon jó autó, úgyhogy nagyon-nagyon örülök neki, hogy bekerült ilyen szempontba, hogy lett egy rohadt jó rally vagy terepautónk a játékban. És egyébként maga a versenyszéria is elég menő, attól függetlenül, hogy nem ismert, úgyhogy egy kicsit térjünk is át akkor arra. Szóval ugye nyilván kevesen ismerik, és én is csak egyetlen egyszer belefutottam véletlenül a tévében, és ott gyanús volt egy pár név, ugyanis ebben a szériában nagyon-nagyon sok ismert név van. Például Hamiltonnak is van egy csapata, annak Hamiltonnak, aki a Forma 1-es világbajnok. És ugye biztosan tudjátok, hogy ugye Carlos Sainznak, aki szintén egy Forma 1-es versenyző, és most a Ferrari-nál versenyzik, neki van egy apja, aki híres rally világbajnok, és ő is részt vesz ezen a bajnokságon. Valamint mellette ül Leia Sainz, aztán ott van Jenson Buttonnek is a csapata, aki ráadásul a saját csapatában versenyzik is, szóval neki csapata is van, és versenyzőként is szerepel a szériában. Valamint ugye a McLaren Forma 1-es csapatnak is van itt is egy csapata, gyakorlatilag ugyanazzal a festéssel, ugyanazokkal a támogatókkal. És ezen kívül egy csomó nagy múltú versenyző van, akár Le Mans bajnokok, vagy többszörös rally bajnokokból van talán a legtöbb. De van köztük egy csomó korábbi Forma 1-es akademista, akik ugye ilyen Forma 2-es, Forma 3-as szériákban már versenyeztek, és mit tudom én, ilyen Williamsnél, vagy akár Red Bullnál is akadémián már voltak. Szóval rengeteg hatalmas név van ebben a szériában, és ennek ellenére érdekes, hogy nem annyira ismerik. Ugye összesen 10 csapat van idén, és csapatonként egy autó van, viszont ketten ülnek ebben az egy autóban, mivel ez ugye egy kicsit ilyen rally-szerű kategória. Tehát valaki ugye csak az irányt mondja, és a másik pedig vezet. És egyébként érdekes, hogy minden autóban egy férfi és egy nő ül. Ezért is van az összes autónak a hátulján ez a Women in Motorsport felirat. De egyébként néhány csapatban 3-4 versenyző is van. Ilyenkor ők ugye cserélgetik egymást. Ez azt jelenti, hogy a szezon elején az egyik, aztán pedig a másik versenyző ül az autóban. A versenynek egyébként a lényege, hogy az itt látható autókkal mennek ugye mindenféle terepen a világ különböző pontjain, tehát akár a sivatagban, akár a dzsungel közepén, bár ott kevésbé, de tehát tényleg mindenfelé mennek ezekkel az autókkal, nyilván ugye félig ilyen terepverseny, félig rally verseny, szóval nem aszfalton mennek, szóval az ki van zárva, de azon kívül tényleg mindenhol. 2019-ben találtak ki egyébként ezt a szériát, és 2020-ban akarták elindítani az első versenyeket, viszont a Covid miatt, ahogy sok minden, ez is 2021-re tolódott, tehát az első évet 2021-ben volt, és akkor indult ez az egész. Ezen még csak 9 csapat vett részt, és végül ezt Nico Rosbergnek a csapata húzta be, tehát ők nyerték meg a bajnokságot. Nico Rosberg ugye szintén egy Forma 1-es világbajnok, akit még nem is említettem. Ő egyébként nem versenyzett, neki csak a csapata volt, tehát ő csak irányította ezt a csapatot, viszont megnyerték. És ugye, mint már mondtam, az összes autó konkrétan azonos, szóval nem azért nyerték meg, mert Nico Rosberg ilyen nagyon fasz autót sikerült összerakjon, hanem egyszerűen a csapatirányítás volt nagyon jó, szóval itt teljesen a pilótán, meg hát legfőképpen a taktikán múlik a győzelem. Úgyhogy meg jó, hogy itt a Ferrari nem indult, jesszusom, abból mi lett volna. Nagyon kell erről ne is beszéljünk, viszont szerintem ennyit érdemes tudni, hogyha valaki esetleg nézni ezek után az idei szezont, a 2022-eset, amiben ugye már 10 csapat van, és egyébként ennek az autói vannak a Forzában, azt elvileg a Spieler TV csatornán tehetitek meg, szóval ott lehet nézni, bár engem egyébként továbbra is nehezen köt le ez a hangtalan léghajó suhanása így a sivatagban. Egy kicsit egyébként tényleg úgy néznek ki ezek az autók, hogyha így a Forzában nézitek, ilyen hátsó nézetből, szóval ahogy itt is van most nálam a képernyőn, egy kicsit olyan, mintha csak a színezett, festett rész lenne maga az autó, és alul pedig a sárvédő, meg a kerekek, az csak ilyen légpárna lenne, és így lebegne egy picit a levegőben. Nem tudom, hogy ti erről mit gondoltok, ezt esetleg írjátok meg a kommentekben. Szerintem tényleg egy kicsit olyan, meg főleg így, hogy nincsen hangjuk, így nagyon érdekes. És azt viszont kifejezetten negatívumnak tekintem, hogy ugye a Forzába 10 külön autóként hozták be, de ezt már mondtam is. Hát ugye ezt tudjuk, hogy ez mind egy darab autó. És egyébként ezt az autót a Spark Racing Technology gyártotta, szóval egyik csapathoz sincs köze, úgyhogy emiatt nem fog egyik csapat sem előnyt szerezni, mert hogy mindannyian kapják ezeket az autókat. Annak minden esetre viszont örülök, hogy így a Forzában kaptunk egy ilyen jól kezelhető rally vagy terepautót. Azt pedig nagyon remélem, hogy nektek tetszett ez a rész és ez a videó. Hogyha így volt, akkor mindenképpen lájkoljátok, hogy tudjuk, hogy jó ez az irány, és ilyesmi videókat szeretnétek még látni. Valamint iratkozzatok fel a csatornára, ha még nem tettétek, és ugye szeretnétek ilyen videókat látni szintén.
Én Benny voltam, ez a GameWave csatornája volt. Sziasztok!